Az, hogy emberi számfogalom. Hát ez a kifejezés már önmagában is eléggé ordít abban az irányban, hogy itt filozófiai tárgyalásra is szükség van, és valóban elég sok olyan része van ennek a kérdésnek, ami inkább a filozófia tárgykörébe tartozik. Azért majd a legvégére talán rá tudok mutatni, hogy valójában ebből elég sok minden megmatematizálható. De ami viszont biztos, az az, hogy ezzel most nem fog foglalkozni. Egy hevenyészet bevezetést fogok adni, amiért előre is elnézést. Azzal a szemmel fogom elmondani ezt a történetet, ami nekünk a későbbi matematikai apparátus megteremtéséhez szükséges lesz. És arra akarok ebben elsősorban fókuszálni, hogy ez a bizonyos homályosan hagyott számfogalom, ez hogyan bővíthető, vagy hogyan bővült az évszázadok, évezredek alatt. És ennek a legutolsó lépése lesz majd az, ami nekünk a mostani tárgyalásunknak a kiinduló pontját jelenti. De menjünk vissza az egész történet legelejére. A hevenyészettség az azt is jelenti, hogy a kiinduló pontot azt nem definiálom normálisan. Hanem azt mondom, hogy szám, vagy számfogalom, az jelentse azt, hogy egy, kettő, három, és Mert az indoklás, hogy ezt már az ősember is ismerte, mert a mamutokat meg kellett számolni, és ez volt a tudományos magyarázatra. Ezeket szokták ma úgy hívni, hogy természetes számok. Ingadozik a definíció, valamikor a nullát is bele szokták érteni. Nagy jelentősége mai szemmel nézve nincsen, de azért azt halkan hozzáteszem, hogy a, a nulla jelentése, vagy értelmezés, vagy konceptuális, amit jelent, az nem egy nyilvánvaló dolog és annak egy komolyabb fejlődés története van a, a matematikában, hogy az honnan jött. Most nekünk olyan, nagy nem fog számítani. Ezek a természetes számok általában én N betűvel szokták jelölni, mert ezt a halmaszt megvastagítottam így írásban a, szám, a, a szárát, a vastag betűvel is szokták nyomtatva jelezni. Na most, erre lesz egyedül szükségünk, mint kiinduló pont. és innen kezdve minden egyes lépést, és minden egyes bővítését ennek a számfogalomnak az alapján fogjuk végrehajtani, hogy veszünk valamilyen műveletet, valami kézzelfekvő, természetes, a gyakorlatban fontos műveletet, amit mi el akarunk végezni, és észre fogjuk venni, hogy ezt nem tudjuk, vagy legalábbis nem minden esetben tudjuk elvégezni a meglevő halmazunkon és ebből azt is meglátjuk, hogy mi az a probléma, ami miatt nem tudjuk elvégezni, hogyan kell bővíteni a halmaz, hogy aztán elvégezhetővé váljon a művelet. Ez lesz az építkezés és logika, mert tovább fogunk haladni. Például, vegyük először az összeadást. Most itt megint el lehetne mondani, hogy miért pont az összeadást, ezt megint homályba adjam, és azt mondom, hogy intuitíve is érthető, hogy miért fontos tudni összeadni megint homályban hagyom hevenyészettség, megint homályban hagyom azt is, hogy hogyan definiáljuk az összeadást, mert szintén el lehetne szösszmötölni, de én most adottak veszem azt, hogy tudjuk például, hogy 3 plusz 5. Na most, ha van egy műveletünk, ez általában minden műveletnél is igaz lesz, akkor érdekes nem csak maga a művelet, hanem az úgymond visszacsinálása is. Ugye az összeadással önmagában nincsen probléma. Ebben a számkörben bármely két számot össze tudok adni, és gond nélkül megkapom az eredményt. Értsd, az összeg is egy természetes szám lesz. Tehát eddig nincsen probléma. Igen ám, de mi van, ha vissza akarom csinálni a műveletet? Ugye azt nevezem visszacsinálásnak, hogy mi az a szám, amit a háromhoz kell adnom, hogy 5-öt kapjak? Ja, magyarul ezzel kitaláltam az 5-3 műveletet, ami a kivonás. Semmi probléma nincsen, a 3 kettőt 2-t kell adnom, hogy 5-öt kapjak, 5-3 egyelő 2. De mi van akkor, ha azt kérdezem, hogy mi az a szám, amit az 5-höz kell adnom, hogy 3-at kapjak? 3 mínusz 5, és meg vagyunk lőve. Erre mondtam azt, hogy kivezet minket ebből a számkör, jelen az összeadás, illetve a visszacsinálása, az kapásból kivezet minket ebből a számkörből. Jön a következő lépés megint, nem indoklom normálisan, ezt el lehetne mondani, de azt adottnak veszem, hogy mindenki kitalálta, hogy a 3-5 mire fog vezetni, a negatív számok fogalmára. Úgyhogy kibővítem ezt a halmazt, pont, 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 indulunk innen, mínusz 2, mínusz 1, 0, egy, kettő és pont, 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 megyünk tovább. Ezzel kitaláltuk azt, amit úgy szoktak hívni, hogy egész számok halmaz, és z-vel szokták jelölni. Most már rendben vagyunk nem csak az összeadással, hanem a kivonással is. Bármely két egész számot összeadva egymással, vagy bármely két egész számot kivonva egymásból, Eredményül egész számot fogunk kapni. Tehát ilyen értelemben ez oké. Okay. Na de jöjjön egy újabb művelet. Kitaláljuk azt a műveletet, hogy szorzás, ami nem más, mint az összeadásnak az iteráltja. Kitaláljuk, hogy mi az, hogy 3 öt. 5 Semmi probléma nincsen. Bármely két egész számot összeszorozva kapunk egy egész számot. Itt is abban a pillanatban fog bejönni az űr, amikor ezt vissza akarjuk csinálni mi az a szám, amivel meg kell szoroznom az 5-öt, hogy 15-öt kapjak. ezzel feltaláltuk az osztást. 15 per 5, 3, csak ugye 3 mal kell az 5-öt szorozni. Igen ám, de mi van akkor, ha azt kérdezem, hogy mi az a számom, amivel a 15-öt kell szorozni, hogy 5-öt kapjak. 5 per 15, mondanánk most már, de az már nem olyan az eredmény, ami benne van ebben a számhalmazban. Megint ki kell bővítenünk a halmazunkat, ki kell azokat a számokat, amik felírhatóak P per Q alakban törtként, ahol a P is, meg a Q is egész szám, és a Q-ról még kikötjük, hogy nem nulla. Vesszük az összes lehetséges, és ez megint egy halmaszt fog jelenteni. A P az összes lehetséges egész szám, a Q az összes lehetséges nem nulla egész szám, akkor ez egy jó nagy halmaza lesz a számoknak, amit úgy szoktunk hívni, hogy racionális számok halmaza, és Q-val szokták jelölni akkor most már az, össze, akkor most már az összeadással, a visszacsinálással, a kivonással, a szorzással és a szorzás visszacsinálásával az osztással is rendben vagyunk. Bármely kúbeli, racionális számot összeadva, kivonva, szorozva, osztva, maradunk a racionális halmazon belül. Na de akkor vegyük a következő műveletet, szeretnénk hatványozni, ami meg, az osztás, ami meg a szorzásnak lesz az iterátja. És akkor kitaláljuk azt, hogy mit jelent az, hogy öt a másodikon, 5-nek a négyzete. Megint ugyanaz a helyzet, ezzel semmiféle probléma nincsen, bármit felhatványozhatunk, bármire rendben leszünk. Igen ám, rendben leszünk és benne maradunk halmazban. Igen ám, de mi van, ha vissza akarjuk csinálni a hatványozást? Ugye az itt most már egy picit az előző két esetnél, az összeadásnál, meg a szorzásnál is el lehetett volna összemetelni, nem izgalmas a kérdés. Itt izgalmasabb a kérdés, mert már az a kérdés, hogy ezt kép is vissza lehet csinálni mert megkérdezhetem azt, hogy mi az a szám, amit a másodikra kell hatványoznom, hogy 25-öt kapjak, meg megkérdezhetem azt is, hogy az 5 hányadikra kell hatványoznom, hogy 25-öt kapjak. És itt azért ez két lényegesen eltérő visszacsinálási lehetőség, ami most engem érdekelni fog, és a számunkra érdekes lesz a tovább lépésekhez, vagy azt mondom, hogy nézzük azt, az az előbbi kérdés volt, hogy a melyik az a szám, amit a másodikra kell hatványoznom, tehát a négyzetét kell vennem, hogy 25-öt kapjak. És akkor ezzel feltaláltuk a gyökvonást. Ha a négyzetre emelek, akkor a négyzet gyökvonásról van szó, szóval a válasz a gyök 25. Gyök 25, 5 az 5, és valóban 5-öt kell hatványoznom, másodikra hogy 25-öt kapjak. Igen ám, de mi van akkor, ha én azt kérdezem, hogy mi az a gyök 2? Melyik az a szám, amit a négyzetre kell emelnem, hogy 2-t kapjak? És akkor gond lesz ugyanis nincs ilyen, az a szám, amit a négyzetre kell emelnem, hogy kettőt kapjak, az nem írható fel P per Q alakban. Itt egy pillanatra megállok. Talán ez az első nem nyilvánvaló állítás. A, 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 negatív számok felé bővítés, a tört számok felé bővítés, azok elég egyértelműek voltak. Tehát az elég világos volt, hogy a 3-5 az nincsen benne ebben a halmazban az elég világos volt, hogy az 5 per 15 az nincsen benne ebben a halmazban. De az nem feltétlenül világos ránézésre, hogy a gyök kettő az véletlenül nem írható fel És ez nem is egy olyan feltétlen azonnal ordító bizonyítás, nem is olyan bonyolult, de azért ez nem nyilvánvaló. A, ezt már megcsináltak a, a, az ókori görögök is, tehát az egy antikvitásbeli bizonyítás, hogy a gyök kettő az nem írható fel de újra mondom, ez elsőmény, ez nem nyilvánvaló. Azaz, vannak olyan számok, ugye ezeket hívjuk racionális számoknak, ezt a q az ilyen alapban felhártó számokat, vannak olyan számok, amik sajnos nem racionálisak, nevezzük ezeket irracionális számnak, a gyök 2 az például egy irracionális szám. E, ha kiegészítem a racionális számok halmazát ezekkel az irracionális számokkal, akkor eljutok a valós számok általában erre jelölt halmazához. Na most talán érezhető volt, hogy itt azért tettem egy elég nagy ugrást, és itt azért elég sok mindent besöpörtem a szőnyeg alá. Mi a definíciója annak, hogy írás? És az sokkal kevésbé egyértelmű, mint ennél a két lépésnél. És valóban ez az érzés, ez jogos. Tehát a valós számoknak a pontos, precíz definíció az nagyon nem nyilvánvaló nem is középiskola, sőt, egyetemen is azt mondja, hogy ez matematikus anyag. De dekincseletekkel, meg mit tém, milyen ilyen limeszes, konvergenciás érveseket. ez nem egy, ez egy, ez egy, ez egy, nem egy könnyű kérdéskör. Lehet őket precízen definiálni, de nem triviális. Zárói, ebben megjegyzem, hogy ha az ember tényleg nagyon precíz akar lenni, akkor igazából ez sem triviális. Hogy pontosan hogyan axiomatizálom azt, hogy a, hogy a természetes számok hogyan működnek ha precíz akarok lenni, akkor azon is nyócskán el lehet szöszmetölni. Piano axiómák meg, meg ilyen halmazelméleti konstrukció van rá. Tehát valójában nem csak az R-nek a valós számok halmazának a konstrukció, nem nyilván, hogy igazából már a természetes számoknak sem, ha én precíz akarok lenni. Ezt most a szőnyeg alá söpörve eljutottunk a valós számokhoz, ami rendben, rendben van a gyökvonás szempontjából is. Tehát a gyök kettőt is megtalálom benne, és be lehet látni azt is, megint ez is bizonyítást igényelne, hogy ez minden ilyen gyökvonásos történettel jó vagyok, egészen addig, amíg például nem írom föl ezt. Ami ugye az, formálisan, az a szám, aminek a négyzete a mínusz egy mi elég kellemetlen, mert az egynek a négyzete az 1, de sajnos a mínusz egynek is egy a négyzete, mert mínusz 1-szer mínusz 1 az plusz 1. Tehát úgy tűhet, hogy ilyen nem létez. Ilyen valós szám nincs, ami ezt tudná. E, ha én ennek értelmet akarok tulajdonítani, akkor kitörtem a valós számok halmazából is. És ez lesz nekünk most a fontos, mert azt fogom majd megmutatni. Tehát nem is én fogom megmutatni, inkább majd a milliónyi alkalmazása, hogy van haszna annak, ha ennek értelmet tulajdonítunk, azaz ha kitörünk a valós számok halmazából ilyen értelemben. Ugye azért itt van egy, van egy vonal, majd ide jön majd valami halma, az, amit majd pontosan definiálni fogunk. Itt azért van egy vonal, mert egészen idáig azt gondolom, hogy az összes művelet, meg számfogalom az olyan, ami a, a, a közértben kellhet. Most valaki mondhatja azt, hogy a közértben nem kell a kettőből gyököt vonni, de én ezzel vitatkoznék mekkora legyen a telek, a négyzet alakú telek oldala, hogy 200 négyzetméter legyen a területe. Szerintem ez egy teljesen hétköznapi, mindennapi életbeli probléma. Azzal már nehezebben tudnék vitatkozni, hogy a mínusz egyből nem kell gyököt vonni a közértben, de azért vannak fontos alkalmazásai. A műszaki mérnöki területben is, egészen földhöz ragadó, mint a villamos mérnökök, ezt kimondottan gyakori, Fizikában, a mondjam, szintén rengeteg alkalmazása van ennek a fajta bővítésnek, és hát majd a matematikai apparátusban is nagyon jót fog tenni, mert számos helyen egyéb matematikai területeken elő fog jönni, és szükség lesz arra, hogy ezt a bővítést megtegyük, úgyhogy ezzel fogunk most foglalkozni.